Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Fantasztikus érzés. Nagyon is jó közönséggel találkozni egyből. Az első dal, amit játszottunk, az egy Barney Kessel dal volt. Az a cím, hogy Nagasaki. Pár hónappal ezelőtt a Barney Kesselnek, aki egy fantasztikus gitáros volt, pont 100 évvel ezelőtt született, a 100. születésének az évfordulójára adtunk egy koncertet. Ott játszottunk együtt Aurélal, és Aurél találta ezt a dalt, Kesselnek egy dalát. Barney Kessel az érdekes, hogy magyar számítású, amit nem tudta. Tehát majd példaképpen az nem tudta. Most egy pár dalat el fogunk játszani, ami egy vadonatúj ötletem, hogy Aurélal elkezdtünk játszani, aki hát, nagyszerű, komoly zenész, klasszikus zenész, és mellette a világhívő Amadinda együttesnek a, volt a tagja, vagy a tagja. És valahogy ez a kapcsolódás, hogy játszunk, hogy a komoly zenében megmártózás, mi is csináltunk egy pár Schubert feldolgozást, ilyesmit, illetve a jazznek a találkozása hol lehetne érvényes, hol tudnánk találni találkozási pontot, és akkor esett le nekem, hogy én tavaly leírtam egy pár dalt a West Side Story-ból. Leonard Bernstein nevű csodálatos dalat. Azt gondoltam, hogy ezt most eljátszunk, csinálunk belőle valamit, vagy felvételt, nem tudom, hogy mi lesz a jövője, de minden esetre most játsszuk először ezt a dalat. Ha! Ja, jó, és bemutattuk. Érezzük, jó, akkor két részt játszunk, most úgy körülbelül egy olyan 50 percig, nagyjából ezt az első rész, nagyjából valamennyit, akkor tartunk egy nagyjából negyed órás szünetet, hogy meg lehessen nézni a keleti év a királlítást, mi is kíváncsiak vagyunk rá, és aztán utána játszunk még egy második szettel. Érezzük, jó magukat, köszönöm. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tréningét egy saját darabommal fejeznénk be, aminek az a címe, hogy Spin. Ezt jó évekre, 20 évvel ezelőtt írtam talán, és van egy kis indiai zenei háttere is, meg van benne egy pici repetitivitás, ami szintén, amikor Aurélal összetalálkoztunk, úgy ítéltem meg, hogy ez a dal jó lesz ide, hiszen ő ebben a repetitív zenében nagyon ott van. 11.40-ben van. Jó! Thank you.
Thank you.
eredeti albumunkra vettünk föl. Ennek az a címe, hogy Bolygó, Planets angolul, és akkor különböző bolygókról írtam darabokat, most épp, hogy itt kimentünk az udvarra, keleti év a kiválítást megnézni, és akkor láttam, hogy a Jupiter botot világít szerintem, de azt pont nem játszunk, de most nem játszunk a Marsot és a Vénuszt. Egy kis göncöl. Túl sok rossz. A Mars és a Vénusz. A Marsnál egyébként nehéz helyzetben voltam, mert akkor a többi meg volt, nagyon nem akartam a Marsot megírni, mert annyira ilyen háborús dolgok kötődnek. Induló szerint. Eszembe jutott, hogy egy évvel korábban csináltam egy kísérletet, hogy barátomnak a inspirációjára, aki a NASA-ban dolgozik, kezdte vitát csináltam neked egyébként. Marsról készült videókat, meg a hangot, ami először lejött, lejátszottam audióba, és arra improvizáltam. És akkor visszahallgattam azt, amit improvizáltam, és abból írtam egy darabot. Hogy ez lett, és az audió egészen fantasztikus hangzés lehet hozzá. Úgy Mars. Thank you.
Thank you.
talán csodálkoznak rajta, csodálkoztok rajta, hogy miért írok a Vénuszról ilyen harcias darabot. Én tudom, én Mika vagyok, Mika Vénusz a Mika bolygója, úgyhogy én tudom, miért. Akkor azért. Igen, valójában érdekelt az asztrológiai dolog is picit, meg inkább a mitológia valamennyire, de leginkább maguk a bolygók. De elkezdtem nézni mindenféle videókat, meg cikkeket olvasni, hogy mi hogy van, meg van, hogy a haveromnak a eszköze volt fönn a Marson, és az úgy személyesen közelített ehhez az egészet. Szóval, hogy megnézzük, hogy mi van a Vénuszon, tehát 500 fok és fénysavas eső, akkor az messze nem egy ilyen cuki kis barátságos bolygó. Másrésztről azért szerethető. Ha például egy 100 km magasan a légkörben lennénk egy palonnal, akkor ilyen kaliforniai hőmérséklet lenne, és egészen elfogadható élet. Igaz, hogy két sap még mindig. Játszunk most megint két dalt a West Side Story-ból. Ennek a következőnek az a címe, hogy G. Officer Crookie. És aztán még egyet, amelyiknek pedig a Somewhere in the Desert. Annyira szeretem bemondani. Ez szensz ki győr. Thank you.
szerint azt hallgatni. Juhász Gábor. Thank you.
Nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt lehetünk. Szép este nekünk. Remélem. Köszönjük. Játszunk még egy dalat, ennek az a címe, hogy Joy Spring, úgy látszik, ilyen tavaszok vannak. Ezt is a Barney Kessel esetben játszottuk. Mert ő is játszottak, de mi is játszottuk. Ez nem csak én. Thank you.